A színpadi ünnepi tűzgyújtással egy időben mintegy 1500 bogrács alatt gyulladt fel a láng a Bajai Halfőző Fesztiválon. A programokban idén is voltak újítások. A szervezők egyúttal arra is törekedtek, hogy a 18-as szám jegyében teljen a rendezvény. A 18-as szám jegyében próbáltunk az együttesek körében is körbenézni. Például van olyan együttes, amely 18 éve alakult, és most itt van. A Felsőbácskai Néptáncgálán 18 táncsoport és zenekar lépett föl. Nem sorolom tovább, folytathatnám a sort, nagyon sok minden van még, amit újítottunk ezen a fesztiválon. Egy dolgot még szeretnék kihangsúlyozni, talán Termelék utcáját és a kézműves udvart a Petőfi-szigeten, illetve azt, hogy első ízben a Népek Nemzetek táncára is sor kerül a Petőfi-szigeti színpadon. Felcsák Róbert alpolgármester szerint a város büszke lehet arra, hogy 18. alkalommal is sikeresen megrendezett egy ilyen rangos eseményt. Úgy látom, hogy mindenki ugyanúgy, ahogy lenni szokott a legjobb hangulatban, hál' Istennek most még az időjárás is kedvezett nekünk, tehát se a túl meleg, se az esőverős időszakot nem kellett felidézni. Én azt gondolom, hogy a 18. alkalmat méltóképpen tudtuk megrendezni. A Halfőző Fesztivál díszvendége idén Székesfehérvár volt. Azt hiszem, hogy olyan időket élünk, amikor azok a települések, illetve azok lehetnek erősek, akik összefognak. És nekünk minél több partnerre van szükségünk. Székesfehérvár egy fejlődő város. Szeretnénk mi is, hogyha azért is dolgozunk egyébként minden nap, hogy a város vállalkozásait, gazdaságát, idegenforgalmat fejlesszük. Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András nagyon megtisztelőnek tartotta a meghívást. Nálunk is létezik egy gasztronómiai fesztivál, az a lecsóról szól és nem a halászléről, viszont az alapötlet, tehát aki kitalálta egy helyi polgár a Székesfehérvárnak, az akkor azt a mondatot mondta el, hogy mi nekünk is legyen egy olyan fesztiválunk, mint amilyen Bajának a Halászlé Fesztivál. És ez így kezdődött, ő már szegény nem él, de hogyha onnan föntről most néz bennünket, akkor biztos nagyon örül, hogy így Baja és Székesfehérvár összetalálkozott. A fesztiválra hagyományosan a határon túlról többek között Eszékről is érkeztek vendégek. A szuper. Mi 12 évig már jönk ide. Főzni halászlét. A program sorozatra minden korosztály kilátogatott. A halászlét még a kicsik is szívesen ették. Neked hogy ízlik a halászlé? Nagyon. És te is segítkeztél ennek az elkészítésében? Nem. Nem? Csak a szülők? Ők készítették? Mi csak igazán jöttünk. Segítettél ebben a halfőzésben valamit, vagy segítesz? Igen. De. És mit segítesz ebben? Főzni. Melyik része az, amit segítesz? Esetleg a sózásban, vagy másban? Pucoltad a hagymát? A hagymát pucolni. A Bajai Halfőző Fesztivál az évek során az ország és Európa kiemelkedő jelentőségű kulturális és turisztikai értékévé vált. Méltán illeszkedik a neves európai fesztiválok közé.